Szép estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfo, illetve ma a turisztikai magazinunk nézőit. Egy rendkívül fontos bejelentés érkezett az elmúlt héten. Cserpakovics András polgármester úr oldalán jelentette ki, hogy Székesfehérvár a virágosításban és a Bajnokok Ligájában indul, utalva arra, hogy idén Székesfehérvár képviselheti hazánkat az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében, az Entente Floral Europe versenyen. Vendégem pedig Homoki László kertészmérnök, a Városgondnokság parkfertantási vezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk, és örülünk a hírnek is. Annál is inkább, hiszen két esztendő eltelt úgy, hogy sajnos ezt a versenyt nem rendezték meg, annál is inkább, hiszen itt volt a nyakunkon a Covid, a koronavírus járvány, és ezt a címet egyébként 2019-ben kapta, ezt a szakmai elismerést a város. Három hazai település, csak azért gyorsan elmondom, hogy Orfű és Székesfehérvár 2019-ben, Veresegyház pedig 2021-es teljesítményért, tehát ez a három magyar település. No, ez jó hír. Hogy fogadtátok? Kezdjük azzal. 19-ben, amikor a virágos Székesfehérvár országos döntőjét megnyertük, akkor ugye készültünk arra gőzerővel, hogy majd 20-ba elindulhatunk ezen a nemzetközi versenyen. Ugye meg is kezdődött az előkészület, de sajnos a Covid ezt hamar keresztül húzta, úgyhogy ott meg kellett állni. És hát az idei évnek a, nem is idei év, hanem tavalyi év vége, inkább így mondom, akkor kerestek meg minket újra, hogy akkor a 2022-ben megrendezésre kerül a nemzetközi verseny, és a Székesfehérvár, mint nagyváros kategóriában indul el a másik két kisebb település mellett az idei döntőben. Hát az örömhír az felelősséggel is jár nyilvánvaló, hiszen esztendők óta nagyon sokat tesz a város, illetve a Városgondnokság azért, hogy egy valóban élhető, nagyszerű, virágos város legyen Székesfehérvár. Hogyan kell készülni erre? Kezdjük talán azzal, hogy a nyilvánvaló, hogy vannak alapvetések, amelyeket meg kell valósítani a tervek mentén. Hogy fog kinézni a belváros? Tehát nézzük a parkokat először, azt gondolom, hogy ez azért fontos, hiszen napról napra arra felé járunk. Inkább kezdem úgy, hogy van egy hatalmas csomag, amit mi bírálati szempontnak nevezhetünk, és ugye a bírálati szempont alapján kell a városnak ezt az úgynevezett környezet tudatosságát bemutatni. Na most mi fordítva álltunk bele, ugye, tehát megnéztük a szempontokat, és ahhoz kerestünk helyszíneket, illetve ahhoz alakítottuk ki az útvonaltervet, és ugye így kezdtünk el dolgozni a versenyre való felkészülésben. Értem, tehát akkor először beszéljünk a szempontrendszerről, hiszen ez meghatároz mindent. Így van. Tehát hát most a fejből nem is tudom mondani a sorrendet, de igyekszem gyorsan összeszedni. Tehát az biztos, hogy az első szempont az a főépítésznek a köre. Oda tartoznak ugye az épületek, illetve az utcák, illetve a városnak az elrendezése építészeti szempontból. Aztán ugyanez a főkertésznél is megjelenik, második bírálati szempontként. Harmadik bírálati szempont a környezetvédelem, ugye ez egy hatalmas téma. Tehát minden, ami nem élő, az oda sorolandó. Aztán jön a természetvédelem, ez is ugye egy hatalmas témakör. Utána megjelenik az élő környezet, ugye ez lesz az én egyik témám. Majd az élő környezeten kívül még megjelennek ezek az állandó és egyedi ültetések, ugye ide tartoznak a fák, a cserjék, az évelők, az egynyári, kétnyári dísznövények, tehát ezeknek a helyszínei, az alkalmazott típusok, a változatosság, a várostűrés, stb. Aztán jön a környezeti nevelés, mint szempont, és a legvégén még megjelenik a kommunikáció, ugye, hogy van ez az egész verseny a lakosság tudtára adva. Tehát ez is egy bírálati szempont lesz. Tehát ez nagyon fontos, ez a szempontrendszer, kétségtelen. Melyek azok a legfontosabbak? Tehát hogy álltatok neki a munkához? Hiszen ez nyilván, hogy összefogást igényel mindenképpen, tehát szakemberek közös munkáját. Így van, tehát ugye minden témára kellett keresni megfelelő szakembert, aki tudja a sajátját képviselni. Ugye most jelenleg már a határidő végénél vagyunk, egy portfóliót kell összehozni,
ami annyit jelent, hogy bírálati szempontonként két oldalt kaptunk, őt röviden bemutassuk a munkásságunkat. Ugye ez egy 24 oldalas portfólió, ennek éppen jövő héten van egy leadási határideje, ez volt az első. És akkor ugye utána pedig a szempontok alapján igyekeztünk megfelelő helyszíneket keresni a városba, amit majd élőben is be fogunk mutatni ennek a nemzetközi bizottságnak. Róluk azt kell tudni, hogy 6-8 tagú csapat érkezése várható, és ők kertészmérnök, illetve tájépítés szakemberek. Ugye Európa különböző országaiból érkeznek, és vizsgálják ugye a szakmaiságot majd a mi városunkba. Mi azt szoktuk meg, ezek a helyszínekről beszéljünk akkor most, mi azt szoktuk meg, hogy tulajdonképpen a belváros, szűken vett belváros, illetve jó néhány park, itt Székesfehérvár a makulátlan. Most például nemrégiben rácsodálkoztunk a palotavárosi tavak mentén a parkra, azt mondtuk, hogy hát Magyarországon nincs ilyen szép, bár még kicsik a fák, stb., de gyönyörűséges. Tehát nyilvánvaló, hogy a fontos helyszínek ezek. Hogy választottátok ki a helyszíneket? A helyszínek, ugye az előbb is mondtam, hogy a bírálati szempontok alapján lettek kiválasztva. Az egész az úgy kezdődik, ugye a polgármesteri hivatalban lett volna a megnyitó, de most ott az épület felújítása miatt ez átkerült a Himmelházba. Tehát ott lesz a hivatalos megnyitó, amit majd polgármester úr fog tartani, és utána a főépítésznek, illetve a főkertésznek lesz a rövid prezentációja. Majd ezt követi a Turinform irodának a megtekintése, mert ugye ez a turisztikai és a kertész szakmának az összefogása, ez a verseny. És hogyha megnézte a zsűri a Turinform irodát, akkor szépen elindul a belvárosi séta az ország alma irányába, és a legelső helyszínünk a püspöki palotának a kertje lesz, mint intézmény udvar kerül bemutatásra. Ugye ez egy szempont, hogy kell, hogy legyen benne intézmény udvar. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez melyik legyen benne, hát ugye rengeteg óvoda iskola van a városban, de ugye mivel időkeretre dolgozunk aznap, tehát 8 óra a zsűrinap, ezért muszáj volt olyan helyszíneket találni, ami mindenképp az útvonalba beleesik. És így jött ennek az ötlete, hogy akkor mutassuk be a püspöki palotának a kertjét. Ott milyen teendők vannak? Járunk ott, látszólag makulátlan. Így van, egy nagyon szépen fenntartott kert, és ugye az a jó, hogy megjelennek benne idős fák, van nekik rengeteg évelő növény alkalmazásuk, illetve sok színes cserje is megtalálható az udvarban, ami például nekem nagyon nagy szám volt, jártam már benne ugye a karácsonyi vásár alkalmával, amikor meg van nyitva, viszont elmentem a kertnek a leghátsó részére, a Szent László park fölöttig, ugye ki lehet sétálni, és ott rálátást kapunk a parkra, illetve a Várkörútra is, ami egy érdekesség, mert ott már a háttérben ugye megjelennek a panelépületek is, majd ez is ugye a verseny szempontjából egy érdekesség lesz. Igen, hát ez egyébként különleges mindenféle szempontból, ez a kettő így együtt. Igen. Merre harad tovább az útvonal? Megyünk a belvárosba tovább, egészen az Országzászló térig. Az Országzászló térre lesz a következő prezentáció. Ott ugye, amikor az Országzászló tér épült, akkor megsérült a virágóra mellett ez a nagy platán, és ott még mindig lehet látni ezt a favázat, ezt a statikai megerősítést, amit kapott a fa, hogy nehogy véletlen szeles időbe kimozduljon a helyéről, és ott fogunk a faápolásról, illetve a növényvédelemről egy rövid prezentációt tartani. Maga az Országzászló tér az emlékművel azt hiszem, hogy szintén jó a szemnek, és ráadásul a megfelelő modernitást is kölcsönöz az ősi belvárosnak. Így van. Illetve a felújítás ugye hozzákerült a belvároshoz, úgyhogy innentől kezdve szerintem teljesen a részesének tudjuk mondani. És ugye ez jó nekünk is, fehérváriaknak, mondom én. Merre megyünk tovább? A Zicsi-ligetnél fognak felszállni a buszra, ott már majd ugye környezettudatosságba utazunk, tehát egy elektromos buszra fogunk felszállni, és ez körbejárja majd a teljes Zicsi-ligetet, akkor arra kapnak már a buszon egy rövid prezentációt, hogy mit kell tudni a ligetről. Ugye nagyon érdekes, hogy a faállománynak szinte 98% az japán akász, tehát egyöntetű fafajokból áll a park. Ugye az elejében van még néhány hársfa, de a jelentős része az japán akác,
és onnantól kezdve pedig megyünk a Mátyás király körúton, majd a Szabadságharcos úton a Koronás Parkba. Egy pillanat, még egy kicsit beszéljünk a Zicsi-ligetről, hiszen az frekventált helyen fekszik, és én azt mondom, hogy teli találat volt a kicsi szobrok, és a kicsi szobrokat körbevett virágágyások, és általában az úgy nagyon rendben van. De ez így van hétközben is, tehát évközben mondom én. De kell-e valami újdonságot ültetni például oda ilyenkor? Nem fogunk ültetni semmit. Hát ott az Zicsi-ligetről majd ugye azt el kell mondani a bizottságnak, hogy ezért egy erősen használt park. Ugye bármilyen rendezvény van a belvárosban, azoknak a rendezvényeknek általában ott van ugye a vége, tehát kitelepülnek oda, akár gyerekjáték, vagy árus, vagy bármi. Egyébként ugye sok esetben ott van az elejében a színpad is felállítva, tehát azért egy elég erőteljesen igénybe vett parkról beszélünk. Még egy érdekesség, az idén újra lesz a mesés kiskertek, és ugye akkor lesznek pont ezek a kiskertek ott felállítva, és mint közösség bevonása a környezet szépítésbe, ugye az is mindenképp megemlítése fog kerülni, illetve látja is majd ott a bizottság. Ez egy nagyszerű dolog mindenképpen. Tehát Koronás Park a következő állomás. Így van, Koronás Park a következő állomás, ahol a kolléganő majd a játszóeszközökről tart rövid előadást, és hát ott is látják ugye azt a népszerű parkot, ugye, hogy mekkora népszerűségnek örvendett a mindennapok, ugye rengeteg gyerek használja. Onnantól kezdve beszállunk újra a buszba, végigmegyünk a liget soron, ott egy mobil előadás fog következni a vizekről, tehát a mesterséges természetes vizekről, illetve a folyókról fog a kollega majd előadást tartani. Megfordulunk hátul a körforgalomba, és onnantól kezdve megyünk vissza a liget soron, majd pedig a Kelemen Béla úton a palotavárosi tavakat fogjuk érinteni, ugye mindaz is a Tüdő 1 programmal létrehozott zöld beruházás, tehát arra kapnak betekintést, itt nem fogunk megállni, mert ugye, amint mondtam, hogy időre megy a verseny, muszáj haladni, és a Vörösmarty térnél fogunk kijönni a busszal, ahol majd elfordulunk a Sóstó a stadion irányába, mert akkor lesz körülbelül ilyen 12 óra magasság, ott van egy órás ebédszünet, amit a MOL Arénában fogunk majd eltölteni. Igen, a Vörösmarty tér nyilvánvaló, hogy az megint a forgalom miatt nehéz helyzetben lehetnek a kertészmérnökök, hogy milyen növényeket telepítsenek, hiszen ott azért folyamatosan forgalom van, de én azt hiszem, hogy a fehérváriak elégedettek lehetnek. Mi lesz ebéd után? Ebéd után átmegyünk a vadvédelmi központba, ugye aminek pont a héten lesz a megnyitója, egy vadonatúj helyszín szintén Fehérváron. Ott lesz a környezetvédelmi előadás megtartva, a természetvédelmi előadás, illetve a környezeti nevelés is. Ott lehet majd végighallgatni a prezentációkat, illetve betekintést kapnak a vadonatúj vadmadárkórházba, és egy néhány percre a doktornőt kérjük majd föl, hogy mondja el, hogy miért vagyunk itt, és mi ez a helyszín. És onnantól kezdve indulunk is tovább, újra buszra szállunk, megnézzük a albaipari zónát, és a vadonatúj még akkor nem átadott, ugye ezen az új déli összekötőn fogunk áthaladni. Ugye ennek is az lesz a lényege, hogy elmondhassuk nekik, hogy lehessen látni, hogy tehermentesítve van a város az ilyen új utaknak a létrehozásával. És a a Seregélyes úti körforgalomba fogunk kiérni, ugye ott az a legnagyobb körforgalmunk, amiben évelő alkalmazás van, erre is betekintést kaphatnak, és akkor utána pedig a Budai úton keresztül elmegyünk a szintén újnak számító Aranybúle emlékműhöz, mind ugye hegy emlékmű. Ott is megkapják az információt, ugye, hogy mi ez, miért vagyunk itt, ráadásul pont ugye az évfordulójában vagyunk az Aranybullának, a tervekbe betekintést kaphatnak, és utána pedig végül az utolsó helyszínre, a Béla úti temetőbe, mint temetőkert, ez is egy bírálati szempont, Barabics Elemér, alsótekeresi kertészmérnök kollega fog majd nekik szakmai előadást tartani az alkalmazott fafajokról.
Hát ez egy nagyon komoly program mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük az utóbbi éveket, az utóbbi 10 esztendőt mondjuk, vagy még többet, azért látszik, hogy gyökeres változás történt, mert nagyon sok mindenben fejlődött a kertészeti ágazat is. Nagyon sok értékes növényt tartottak meg, és azért jöttek újdonságok, hiszen számtalan olyan virágokat látunk, ami eddig nem volt. Én azt hiszem, hogy ez egy jó út. Mikor fogtok neki a munkához? Vagy ez ugye ez egy folyamat? Hát ez már folyamatban tart. Igazából itt nagyon sok olyan dolog lesz, amit az utolsó pillanatban tudunk élesíteni. Úgymond ugye, mint például közvetlenül előtte az utaknak a még kiemeltebb takarítása, az érintett parkoknak a még kiemeltebb parkfenntartási munkálatai. Ezek igazából tényleg ott mondhatom azt, hogy az utolsó hétre fognak maradni. Havonta egyszer érkezik felkészítő csapat Budapestről, akivel mindig az adott témákat áttárgyaljuk, illetve mondom még ezeknek a dokumentációknak ugye a leadási határideje közeledik, a prezentációknak ugyanúgy a leadási határideje, ezt még mindent fordítatni kell angol nyelvre, úgyhogy van itt még mit tenni tényleg a mindennapokban ezzel a feladattal kapcsolatban. Nos, hát akkor ehhez kívánok jó munkát, nincs kétségem felőle, hogy sikerrel jártok, mindannyiunk, minden Székesfehérvár, és azt mondom, minden Fejér megye, illetve a magyar örömére, aki szereti a tiszta, világos parkokat, egyébként is ettől is népszerű Székesfehérvár. Jó munkát kívánok mindnyájatoknak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót, illetve a turisztikai magazint, hiszen 8. alkalommal is megrendezték a halünnepet. Rogyogó bokrácsok és persze hal volt minden mennyiségben, aki ellátogatott a palotavárosi tavakhoz. Horgász és főzőversenyen is kipróbálhattak magukat a résztvevők. Nézzük meg ezt a bejátszást. A hagyományokhoz hűen a palotavárosi tavakkal övezett park adott otthont a 8. fehérvári halünnepnek. Bár az időjárás az elmúlt héthez hasonlóan nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de így is 40 csapat jelezte részvételét a népszerű gasztroünnepen. Nem a legjobb az időjárás, bár a halak szeretik a vizet, és hát valljuk, hogy a csapadékra is nagy szükség van, de jó lett volna, megkíméli ezt a rendezvényt, mert most ilyen időjárásban vannak. Ennek ellenére jöttek csapatok, elkezdődött a főzés, helyőrségi zenekar játszik, muzsika szól, lehet hallani most itt a megújult palotavárosi tavak környezetében, és azt hiszem, hogy a horgászoknak, az őket tömörítő egyesületnek ez egy nagyon jó kezdeményezése volt, hiszen közösségi program másik oldalon a halat, és egyáltalán a halfogyasztás, az egészséges étkezést, ez nagyon jó és fontos gasztronómiai értékeket közvetít ez a rendezvény. Én bízom benne, hogy azért nem fog egész nap esni, és akkor akár innen a palotavárosból is, akár messzebbről is érkeznek majd ide emberek, családok, jól érzik magukat, mert hát elindul a tavasszal együtt pedig elindulnak azok a közösségi programok, amiket szeretünk. A kezdeti célok természetesen nem változtak, a halételek és a horgászat népszerűsítése. Igazi hagyománnyá vált a halünnep Palotavárosban, erről a rendezvény fővédnöke, Varga Tamás országgyűlési képviselő beszélt a megnyitón. Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk 2 év után, hiszen ez egy olyan hagyományos rendezvény a Fehérvárnak, Palotavárosnak, amit nagyon szeretnek a fehérváriak és a palotavárosiak, hogyha kellő humorérzékkel közelítenénk meg ezt a mai napot, amikor zuhog az eső, azt mondhatnánk, hogy a halak a vízben érzik jól magukat. De inkább közelítsük meg ezt a napot reménnyel, hogy el fog állni az eső, és szép lesz a nap, és találkozhatnak mindazok, akik szeretik a halat, akár horgászként, akár halászlé főzőként, vagy egyszerűen csak a halat szerető emberekként. Én bízom benne, hogy el fog állni az eső, az előjelzések is azt mondják. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek itt Palotavárosban. A fehérvári halünnepet 2013-ban rendezte meg először a Horgász Egyesületek Fejér megyei szövetsége, azóta pedig nagy népszerűség jellemzi, és ebben sokat segítenek Palotaváros önkormányzati képviselői is. Mindenki bízik a jó időben, hát sajnos most nem igazolódik, de reményeink szerint a kicsit alább hagy az eső, a halászlevek megfőnek, és mindenki jól fogja érezni magát. A csapatok, én azért látom, hogy felkészültek, tehát mindenki hozott magával valamilyen eszközt, ami megvédi az eső ellen, és hát horgászokról beszélünk, akik egyébként hozzá vannak szokva, úgymond az időjárás viszontagságaihoz. Szükséges az eső is, de a mai napra azért őszintén mondjuk, hogy jobb lett volna, hogyha nem esik. Farkas László önkormányzati képviselőként az első pillanattól kezdve támogatja a rendezvényt. Egyik szemem sír, a másik meg nevet.
végre két év után, ugye két év kihagyás a vírus miatt nem tudtunk szabadtéri rendezvényeket csinálni, most már a lehetőség megvan rá, és egy elhalasztás után múlt szombatról erre a szombatra, hát reméljük, hogy meg tudjuk tartani, délelőtt lesz még eső, délután már kiderül az ég, és bizonyára akkor mindenki meg fogja találni magának a megfelelő programot, és kijönnek minél többen, megkóstolják a halászlét. Én nagyon örülök neki, hogy itt Palotavárosban, a legszebb szabadidő parkban, központban, úgy érzem most már a legszebb, legnagyobb szabadidő parkban, most már évről évre, ez a 8. egyébként, 8. halünnep, és ezt folytatni tudjuk, nagyon szeretik az emberek különben, várták már a palotavárosiak, de az egész városban erről beszélnek, tehát örülök neki, hogy lehetőség van arra, hogy közösségi téren az emberek összejöjjenek, beszélgessenek, jó halászlét egyenek, jó programokat nézzenek, úgy érzem, hogy ez csak az időjárás kell, hogy javuljon, akkor minden adott lesz ehhez a kiváló naphoz, ami majd érkezik. A város halászleve idén is Pamingere, de a királyi város ízmestere receptje alapján készült. A különleges ízvilágot képviselő akasztói ponyból, eredeti szegedi paprikából és bajai tésztából készült levest idén is nagyon sokan megkóstolhatták. A piros paprika a legfontosabb, illetve a hal, honnan származik a hal. Ez a hal, amit most mi főzünk, akasztóról érkezik mi minden évben. Ez a hal, ez ilyen természetes közegben nevelődik, itt nincsenek növekedési hormonok, nincsenek tápok, serkentőanyagok, úgyhogy azért ízletesebb ez a hal, mint az más élelmiszer áruházba vásárolt étel. Az eső és az orkán erejű szél alaposan megnehezítette a szervezők dolgát, és sokakat elriasztott a közösségépítő rendezvényről, de aki kilátogatott a halünnepre, nem csalódhatott, idén is jó volt Fehérvárinak lenni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!